Sok szeretettel köszöntjük kedves nézőinket a Porta 39. adásában. Mai műsorunkban Tóth M. Imrével beszélgetünk a Turai Gyermekfociért szerveződő jótékonysági rendezvényről. Antal Ágnes okleveles virágkötővel asztaldíszt készítünk a húsvéti hagyományok jegyében. Valamint hasznos tanácsokat kaphatunk az ingatlan adásvételhez Tordai Piroskától, az egyik piacvezető ingatlan iroda vezetőjétől. Tartsanak velünk! Sok szeretettel köszöntöm stúdiónkban Tóth M. Imrét, utánpótlás edzőt és a Turai Gyerekfociért jótékonysági bál egyik szervezőjét. Üdvözlöm, Imre! Jó napot kívánok! Imre, bemutatnál nekünk pár szóban a Turai Gyerekfocit? Természetesen tudok róla pár szót mondani. Ott kezdeném, hogy tulajdonképpen 2009 őszén kezdtük el, úgy, hogy előtte már egy pár hónapig az óvodába egy ilyen csoport folyamatosan kérte, hogy járjak be hozzájuk edzéseket tartani, hogy a gyereknapon tudjanak egy bemutatót tartani a szülőknek. És ebből fejlődött ki az, hogy ezek a gyerekek, pont ezek a gyerekek ősszel iskolába mentek, és természetes igény volt, hogy kezdjünk már el egy foci szakkört az iskola keretein belül. Iskolával leültem megbeszélni, hogy tudnak-e nekünk helyet adni, és tulajdonképpen meghirdettük, és az első alkalommal a Turai Parkúti iskola pályáján nem fértünk el, annyian jöttek. És ez így indult el, és onnan fokozatosan, lépésről lépésre lett szervezettebb, lettek a lemorzsolódások, alakult ki a keret, és ugye most már akkor 2,5 éve, illetve most már lassan 3 éve lesz ősszel, hogy ezt csináljuk. Folyamatosan újra a iskolába jövőkről szervezést tartunk, és bővítjük a csapatot. Jelen pillanatban 2000-es a születésűek, a legidősebbek a csapatban, és 32 gyerek jár hozzánk. Igazából lehet, hogy lenne több igény is, viszont lekoordinálni ennél többet jelen pillanatban nem tudunk, viszont dolgozunk azon, hogy hogy tudjuk azt megoldani, hogyha ez a keret folyamatosan bővül, akkor ne kelljen senkinek nemet mondani. Hány éves kortól lehet elkezdeni a focit? Hát, tulajdonképpen ugye mi most szerves része vagyunk a Bozsik programnak. A Bozsik programban már 2006-os születésűek is játszanak. Ezzel más foglalkozik Turán, tehát a 2006-os és a 2005-ös korosztályon más foglalkozik Turán. Hozzánk elviekben onnan is kerülnének, mondjuk ez még nem nagyon valósult meg idáig, de reméljük, hogyha most ezt azt is eléggé szervezetté tesszük, akkor onnan is fognak fölkerülni, de egyébként az első osztályosokat tudjuk fogadni első osztálytól fölfele, az ötödik osztályosokig, de itt ez, amit mondtam, hogy a 2000-es felső határ a születésben, alul pedig a 2004-es. Mikor vannak edzések? Edzés az heti 3 alkalommal van. Tulajdonképpen alkalmazkodunk ahhoz, hogy hol tudunk edzeni, mert sajnos Turán csak egyetlen egy használható focipálya van, és az pedig eléggé leterhelt, sokszor vannak délutáni mérkőzések is például az öreg fiúknak, de 3 edzést azt mindenképpen megtartjuk, illetve itt mondom el, hogy pontosan körülbelül akkor, amikor mi ezt az egészet indítottuk, akkor a helyi plébános, a plébánián csinált egy 30x60-as füves pályát, ami locsolórendszerrel ellátott, tehát egész szuper jó körülményeket teremt, és ezt mi megkaptuk úgy, hogy karbantartás fejébe bármikor használhatjuk. Tehát tulajdonképpen ezen a két helyszínen zajlanak az edzéseink, a kastély mellett lévő Turai VSK pályáján, illetve a plébánia kertjébe elkészített pályán, és heti 3 alkalommal. Ez a télen ugye átíródik, sajnos Turán nincs egy olyan csarnok, amiben lehetne edzést tartani, de a heti 3-at akkor is megtartjuk méghozzá úgy, hogy egy alkalommal átjárunk szülői segítséggel, kocsikkal Tóalmásra, egy alkalommal a Turai
tornaszobába, ami ilyen 7x18 méteres. Nem egy nagy dolog, de minden esetre mozgást, alapdolgokat tudunk ott csinálni, és még ide a Galgahévézi tornaterembe szoktunk a hétvégi napokon átjárni, tehát a három edzés az mindig megvan. Aki szeretne focizni, az hol tud jelentkezni a csapatba? Hát tulajdonképpen én, mivel beszoktam járni az iskolába torna órákra is, tartjuk a osztálybajnokságokat a gyerekeknek, ezért engem mindig megtalálnak, tehát mindig oda tudnak jönni hozzám és megkérdezni, hogy jöhetnek-e. De egyébként, mivel tudják, hogy a Sportland üzletben van az én segítőm, a Sallai Zoli, ő hozzá is be tudnak jönni, a szülők érdeklődni, illetve a edzésnapokon, hát valamelyik délután, ha bármelyik délután kijönnek a sportpályára, ott mindig van valami gyerek foci esemény, ott mindig oda tudnak jönni és megkérdezik, hogy na most ez melyik korosztály, hogy jöhetünk-e most, meg mikor kell jönni. Tehát mindenképpen ezt tudjuk. Egyedüli problémák az, hogy ezt én csak a 2000-es korosztályig, tehát a 2000-es születésűjegig tudom. E fölöttiekre nincs rálátásom, azt nem tudom megmondani, hogy ők mikor jelentkezzenek. Milyen eredményekkel büszkélkedhet eddig a csapat? Hát igazából, mivel majdnem minden hétvégén szereplünk valahol, szép eredményeink is vannak, illetve hát sok a szétszórt eredmény. Olyan szempontból mondom, hogy amikor vannak hiányzóink, akkor ugye kevésbé jó az eredmény. De amikor teljes csapattal ki tudunk állni, akkor azért mindig meghatározóik vagyunk a bizonyos tornákon a végső helyezések eldöntésének, a végső jó helyezések eldöntésének. Nagyon sok serlegünk van, most már a iskolába adjuk be ezeket a serlegeket, két vitrint telítettünk meg a 2,5 év alatt, és vannak olyan serlegek, amik még be se kerültek, mert egyszerűen már nincs jelen pillanatban helyük. Rengeteg esetben volt, hogy a torna legjobb játékosa, a torna legjobb góllövője, illetve a torna legjobb kapusa az a mi csapatunkból került ki. Ebből is mondom, hogy tulajdonképpen a heti három edzés, folyamatos, rendszeres, egymásra épülő munka adja ezeket az eredményeket, és úgy gondolom, hogy aki eljár hozzánk, az érzi magán a fejlődést, és ezért tudom biztatni, akik most még csak gondolkoznak rajta, hogy jöjjenek, mert egy jó közösségbe, egy felépített szervezett munkába tudnak bekapcsolódni, és ha nem is lesz mindenkiből focista, mert nem ez elsődlegesen a cél, hanem a cél az lenne, hogy egy jó közösségi ember legyen, egy kudarctűrő, egy sikert elviselő, egy rendszerességre szokott felnőtt legyen belőle, aki majd 30-40 évesen is keresi azt a lehetőséget, hogy hol, milyen módon tud sportolni, illetve majd ő a saját gyerekeit is ebbe az irányba próbálja terelni, mert a sport, én úgy gondolom, hogy mindenki életének szerves része kellene, hogy legyen. Legyen ez labdarúgás, legyen ez bármi más. A magyar lakosság még most kis számba sportol. Én szeretném, hogyha mindenképpen emelkedne ez a szám, és ha még itt megtehetem azt a megjegyzést, akkor mindenképpen szeretném hozzátenni, hogy ezért mi olyan szempontból is teszünk, hogy 2-3-4 havonta, éppen ahogy az időjárás engedi, a szülőket is bevonjuk ebbe a sporttevékenységbe, nekik is rendezünk közösen a gyerekekkel sporteseményeket. Hát, hogyha maguk is megszeretik, és megmondom őszintén, ennek hatására volt már olyan esemény Turán, a falunappal kapcsolatosan, vagy éppen egy nyári esemény, amikor a szülőkből verbúválódott csapat benevezett az éppen aktuális bajnokságba, és én ezt is sikernek tartom a magunk részéről mindenképpen. És én szeretném még annyit kiemelni az egészből, hogy van nekem egy olyan segítőm, akinek mindenképpen szeretném megemlíteni a nevét a Sallai Zoli személyében, mert ez a munka csak úgy tud ilyen szinten megvalósulni, hogy ez ketten, egy gondolattal, egy akarattal, egyforma mentalitással csináljuk végig. Ahhoz, hogy egy ilyen
utánpótlás gyermekfoci csapat működjön, nyilvánvalóan pénzügyi forrásokra van szükség. És ugye már idén második alkalommal lesz megszervezve ez a jótékonysági bál, amit ugye a Turai gyermekfoci megsegítéséért tartanak. Hol született meg az ötlet? Hát az ötlet a szülői kezdeményezésből született. Tóalmás edzésen voltunk, ugye nem csak a gyerekek vannak ott, hanem a szülők is ott vannak az edzéseken, együtt lélegzünk a szülőkkel is, és a szülők gondolták egy decemberi napon ott nézve az edzést, hogy hát lehet, hogy tarthatnánk egy bált. Végén, edzés végén megkérdezték, hogy mi a véleményem róla, és azt mondtam, hogy ha természetesen össze tudunk fogni, és ez szétoszlik a szervezéssel járó munka, akkor én benne vagyok. És hát ez nagyon jó kezdeményezésnek bizonyult. Egyrészt azért, mert összehozott egy közösséget egy estére, ami manapság igen fontos, nagyon-nagyon kevés. Én ugye egy idősebb korosztályhoz tartozom, és azért tudnék még arról mesélni, amikor a 70-es években mennyire jók voltak ezek a közösségi események. És másik szempontból pedig, hát egy úgymond, úgy tudunk a tevékenységünkhez pénzt gyűjteni, hogy közben adunk valakinek valami pluszt érte, más nem ezt a szórakozási lehetőséget, egy jó estét, beszélgetésekkel, tánccal, és ez műsort is szerveztünk, tehát tulajdonképpen egy egész jó kikapcsolódási lehetőséget adva mindenkinek. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nagyon sok egyéb szervezésű ilyen jótékonysági bálba szoktunk menni. Mi is beálltunk tulajdonképpen ebbe a sorba, de úgy gondolom, hogy ezek a bálok azon túlmenően, hogy segítséget nyújtanak az adott szervezetnek, mindenképpen közösségformáló erővel rendelkeznek, és ez ebbe a világba én úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne. Hogyan tudják a támogatásokat a gyermekek javára fordítani? Hát ugye mi mindig azért csinálunk egy költségvetést évelején, nézzük, hogy tulajdonképpen mibe kerülhet ez az év, hogyha a gyerekeknek a versenyeztetése folyamatosan megoldjuk, a gyerekeknek a felszerelései mindig olyan szinten tartjuk, hogy azok használhatók legyenek és a minőségi munkához megfeleljenek, de sajnos a költségvetésnek a úgymond a bevételi oldalát még nem látjuk, amikor ezt elkészítjük. És akkor tulajdonképpen nézzük meg, hogy mit tudunk szülői segítségből, mit tudunk vállalkozók megkeresésével megoldani. Itt jön például akkor ez a bál is bele, mert tavaly viszonylag egy jó bevétele volt. Úgy mondom, hogy még a tavalyi bál bevétele most is kitart bizonyos dolgokra. Igazából olyanra még nem mertünk gondolni, hogy mondjuk egy külföldi túra, mert szeretnénk azért majd egy ilyet is megvalósítani, hogy megmérettetni valami környező országba csapataival magunkat. Meghívásunk már volt, de sajnos nem tudtuk még elfogadni. Egyrészt a gyerekek kicsik, másrészt pedig bizonyos egy-egy főre levetített költség, akkor elvinni az egész azt az összeget, ami mondjuk egy bál behoz. És azt még nem mertük így bevállalni, de mindenképpen ezt is tervezzük. Azok, akik nem tudnak elmenni majd a bálba, van lehetőségük arra, hogy támogassák a focit, a gyermekfocit? Igen, hát én egyébként mindenkit biztatnék, egy 150 fő erejéig tudjuk fogadni a bálba lévőket. Ez a bál, ez április 28-án lesz Turán a Demény étteremben, és természetesen ezen kívül is tudnak minket támogatni. Egyrészt kibocsájtottunk pártolójegyeket, 1000 forintos címletekbe, ebből ha nagyon örülünk, ha valaki egyet vesz, ha többet vesz, ez mindenképpen ugye hozzánk jut el. Illetve nagyon sok felajánlás szokott lenni, hogyha megkeresünk olyan vállalkozókat, akiknek rálátásuk van, hogy ez a munka mit jelent tulajdonképpen, illetve tisztában vannak vele, hogy a mai helyzetben nem várható el a szülőktől se, hogy teljes mértékben ők álljanak mindent, és nagyon-nagyon köszönjük nekik, és nagyon sok ilyen segítőt találunk, aki egy-egy tételt azt mondja, hogy átvállalok, kifizetek,
mondjátok meg, hogy miről van szó, vegyétek meg, és akkor én ezt állom ennek a költségét. Tehát én. A jegyeket hol lehet megvásárolni? A jegyeket Sturán a Sportland üzletbe lehet megvásárolni, illetve van 3-4-5 szervező anyuka, aki gyárja úgymond a tombola ajándékokért, illetve a jegyek eladása, illetve pártoló jegyek eladása miatt a települést, és ő náluk ezt meg lehet vásárolni. Résztvevők milyen vacsorára számíthatnak a bálban és milyen zenére? Hát tulajdonképpen ugye ez a bál este 6 órakor indul, és akkor hagy mondjam, hogy hát egy kicsit mi egy nem, rendhagyó módon oldjuk meg ezt a dolgot, ugyanis az ilyen eseményekre úgy szokott lenni, hogy elmennek a felnőttek. Viszont mi meghívtuk a gyerekeket is, 6 és 8 óra között műsor lesz a gyerekeknek, lesz egy freestyle-os bemutató, van egy nagyon ügyes srác, Turán, aki most esélyes volt az Európa-bajnokságon való részvételre, és ő az egyik társával tart egy bemutatót, aztán lesz egy stand-up komédis fellépő, és utána a Csoresz és a Magyaródi zenekar szolgálja a talpalávalót. A Csoresz ugye, jól tudom, most pont 30 éves, most lesz neki 14-én ez a jubileumi bálja. Ő neki ugye pont ez a 30 év bizonyítja, hogy valószínűleg, és a tavalyi év bizonyítja, hogy valószínűleg ebbe az évbe is megfelelő zenét kapunk ahhoz, hogy a mulatás elvegye, illetve ki tudjuk mulatni magunkat ezen az estén. Az étel pedig, ha csak a tavalyiból indulok ki, én úgy gondolom, hogy bőséges volt, finom volt, ízletes volt, ezzel csak ennyit tudok mondani. Egyébként az anyukák, és ezt a Demény étterem megengedte, az anyukák hozzák a otthonról a sütiket, tehát ők sütnek, házi sütésű sütemények lesznek, és házi aperitív lesz a felnőtteknek mellé. Természetesen a gyerekek 8 óráig lesznek csak ott, mindenki megy haza, de mivel én úgy gondolom, hogy őértük van, ők is élvezzék már ezt az eseményt, nagyon élvezték tavaly. Volt, aki azt mondja, hogy nem biztos, hogy őnekik is kellene, én úgy gondolom, mivel őértük van, lássa is a közönség, hogy kikről van szó. Köszönöm szépen, Imre, hogy beszélgettünk az utánpótlásról és a jótékonysági bárról Turán. És a kedves nézőket bíztatom arra, hogy menjenek el a jótékonysági bálba. Köszönöm. Hát én köszönöm a lehetőséget, és én szeretném megköszönni a tavalyi résztvevőknek, hogy eljöttek a bárra, és ezzel segítséget nyújtottak nekünk, illetve nem csak a báli résztvevőknek, hanem egész évben segítették a munkánkat. Remélem, hogy ebbe az évben is találunk ennyi segítőkész embert, és a gazdasági helyzet is megengedi számukra, hogy továbbra is segítsenek bennünket. Köszönöm szépen. Én is köszönöm, és sok sikert kívánok a csapatnak. Köszönjük. Antal Ágnes, okleveles virágkötő, visszatérő vendégünk itt a Porta magazinban. Többször találkozhattak már vele a karácsonyi ünnepkör kapcsán, amikor is adventi és karácsonyi asztaldíszeket, terítékeket készítettünk. Most azonban egy másfajta ünnepkörhöz érkeztünk, ugyanis hamarosan Jézus Krisztus feltámadását ünnepeljük, vagyis húsvéti asztaldíszek elkészítésére kerítünk sort. Szeretettel köszöntelek itt, Ági! Miféle húsvéti asztaldíszeket készítünk? Én is sok szeretettel köszöntöm a Régió Televízió nézőit, és tégedet is, Barbi. Köszönöm szépen. A húsvéti kör az egy elég zárt, és elég kevés díszítést csináltunk a húsvéti körben eddig. Kezd újra szokássá várni, vagy kezd bejönni ez a szokás, és nagyon nehéz találni, de mindig ötletelni lehet. Mi kapcsolódik a húsvéthoz? Egy az a része, hogy véget ér az 40 napos böjt, véget ér az az időszak, amikor tulajdonképpen vártuk Krisztus feltámadását, keresztre feszítését és feltámadását. Elkezdett sütni újból a nap. Éled a természet. És visszanyúlunk a természethez. Egy nagyon-nagyon egyszerű dolgot fogok hozni, amelyet a gyerekekkel is össze tudunk gyűjteni, és el tudjuk készíteni, és igazán költségkímélő. És ismét a természetbe és indulunk És a természetbe gyűjtögetni. Indulunk gyűjtögetni a gyerekekkel, a családdal, ami egy fontos dolog.
Milyen alapanyagokat használunk? Úgy gondolom, hogy mondhatom. Egy nagyon egyszerű váza, amely mindenkinek van otthon. Teljesen mindegy, hogy milyen színű, csak az alkalomhoz menjen, és a lakásunkhoz is passzoljon. Váza. A húsvéti körnek a növénye a barka. Miért a növénye? Mert Krisztus virágvasárnapján bevonult Jeruzsálembe, és pálmaágakkal köszöntötték. Ezt ugye európai szokás szerint át kellett ültetni, nálunk nincsenek pálmaágak, mint a mediterrán térségben, hanem nálunk a barka. Tehát barkát használunk. Nem használunk fenyőfát, hanem egy olyan fajta zöld ágat használunk, amely egész évben zöldel, ez a téli zöld vagy a buxus. Egyszerűen készítjük. Én mindig azt szoktam tanácsolni a laikusoknak, hogyha egy vázát készítünk, akkor csak egyszerűen egy vastagabb ágat, vagy több kisebbet beleteszünk, és ez töm. Szerintem látni is, hogy az ág magától megállt. Tehát mindig egy nagyobb adag növényt helyezünk el középre, van, és úgy van. Tehát nem a díszítő virágokkal kezdjük, hanem egy alappal. Ezt az alapkészítést, ezt megmutattuk a karácsonyi asztaldíszünknél is. Így van. És egyszerűen ugyanúgy, mint mikor vizes szivacsba szurkálunk, akkor ebbe is ugyanúgy beledugdossuk. Ha már a víznél tartunk, ugye húsvéti népszokás, a locsolkodás is. Nyilván nem véletlen, hogy éppen vázát alkalmazol, talán ez is egy kicsit szimbolikussá teszi ezt a díszt. Érdekes dolog, hogy ez egy magyar népszokás, ez a hétfői napra vonatkozik, mert ugye Krisztus feltámad, keresztre feszítik és feltámad, vasárnap reggel a harangok újra elkezdenek harangozni, mert ilyenkor Krisztus szenvedése alatt a harangok hallgatnak. Régen valamikor azt mondták, hogy elmentek Rómába, hogy csendbe legyenek. A harangok újra elkezdenek harangozni, és tulajdonképpen az asztalra újra visszakerülnek azok az étkek, amit 40 napon keresztül nem lehetett fogyasztani. Pontosabban a húst nem lehetett fogyasztani, minden mást, zöldséget, halat, tojást azt megengedte a keresztény vallás, hogy fogyasszanak. És akkor hétfő az már nálunk az ünneplésnek az időszaka volt, amikor ünnepeltük azt, hogy Krisztus szenvedett értünk és megváltotta a világot. Ez lehet, hogy furcsa így, hogy ünnepeljük, hanem megemlékezünk Krisztusról, a szenvedéséről. És ennyi az egész, közben a kamera vette, hogy én ezeket az ágakat beledugdostam. Itt van barkaág, fűszfaág és téli zöld. Az idei tavasz az egy elég meleg tavasz volt, és a barka kinyílt. Csodálatosan szép, mikor kint voltunk most szedni, sárgálik a barka. Nagyon-nagyon oda kell figyelni, hogy vannak természetvédelmi területek, ahol tilos a barkágat szedni, megbüntetnek érte. De itt a környékünkön, a Galga mentén még lehet barkágat szedni. Még most kell begyűjteni gyorsan. Vizet öntünk bele, és kisvázába, nagyvázába nyugodtan bele lehet tenni, és a lakás bármely pontján el lehet helyezni. Most virágvasárnap barkágat szentelnek a katolikus templomokba, ezt a barkágat is meg lehet őrizni, és vízbe lehet tenni. Tulajdonképpen ennek fontossága van, hogy megszentelték a templomba, ez egy szentelt ág, amely lehet, hogy furcsa, megvéd, szerencsét hoz, óv minket minden bajtól. Van egy alapunk, amely maradhat így, ahogy van, de tovább is díszíthetjük. A tavasz virágait használjuk, én most egy jácintot hoztam, de ahogy most jöttem a televízióba a felvételre, végignéztem az utcákat, gyönyörűen nyílnak a tavaszi virágok. Tel is tele van minden, színesebbnél színesebb, színesebb virágokkal most már. A sárga nácisz, a hagyományos kék jácint, amely a vidéki udvaroknak valamikor nagy virágja volt, azzal is tele van. És elkezdenek a különböző bokrok hajtani, a babarózsa, a forzícia, amit aranyessőnek hívunk, vagy bármely olyan, hogy mogyoróág, somág, ami színes, ami érdekes, ami különleges. Ami illatos. Illatos, azt fel lehet használni. Most ebbe beledugjuk a jácintot, én ezt most úgy hoztam, hogy egy fiolába. Méretre vágjuk, lebontjuk a fölösleges növényi részeket, és egyszerűen a közepébe beledugjuk. Mennyire megtelt élettel ez az egy virágtól. És kaptunk egy illatot, kaptunk egy színt, egy fehér színt, a tisztaság színét,
de hát használhatunk tulajdonképpen színes virágokat is. És hoztál egy nyuszit is, igen, ami szintén a húsvét jelképe. Így van, pontosan ez a németektől jött valamikor a 17.-18. század körébe. Nem igazán tudom, mert utána kellett volna olvasni, de ez az utána olvasás, ez a gyerekekkel, ha megtörténik, hogy miért a nyuszi tolja a tojást, és miért jött a németektől a nyúl hozzánk, ez azt hiszem egy érdekes történet a gyerekek számára. Mindenképpen, különösen, hogy húsvét hétfőn keresni fogják a fűben a nyuszi tojásokat. Igen, ezt el szokták dugni, ezt a nyuszikát is fogjuk, és hogy egy kicsit húsvétivá tegyük, beledugjuk, de lehet, hogy hosszú lesz. Nem, látod, egy barka ígyni, és itt van a nyúl benne, csodálatos, és jelképezi nekünk. Ezt tulajdonképpen egy kis segítséggel tudjuk beletenni, egy hurkapálcika kell hozzá, és ragasztó pisztoly, mert a ragasztó pisztoly segítségével a hurkapálcikát bele tudjuk a nyuszinak a pocakjába dugni. És az elengedhetetlen csodaszép szalag. Így van, a szalagok, amelyeket szeretünk. Ha nem tudjuk megkötni, mert ezért figyeljük a technikát, hogy hogy készíted. Mindig arra hajlítjuk a szalagot, amerre ő maga hajlik. Soha nem ellentétesen adja a szalag. Ha nem tudjuk elkészíteni, akkor megkérjük kedvenc virágkötőnket, kedvenc kreatív barátunkat, barátnőnket, hogy készítsen nekünk egy szép masnit. Megkeresünk téged Bagon, akár. És ezt is szépségesen elhelyezzük, és beledugjuk. Mennyivel vidámabb lett ezzel a színnel. És itt megint bármilyen szint, tehát ez egy olyan színösszállítás volt, ez a zöldes-fehéres, hogy ehhez bármilyen szint használhatunk. És amit nem felejtünk el, amit itt nem tudunk megtenni, vizet töltünk bele, mert mindegyik növény vizet igényel és vízigényes. Tulajdonképpen ez egy alap, ebből bármit és bárhogyan elkészíthetünk. Ha nagyon-nagyon ügyesek vagyunk, akkor készítünk tojásokat. Hát én ügyetlen vagyok tojásfestésben, és én ehhez segítségül hívtam a kereskedelmet, mert van, aki tojásfát is készít. Tehát még egy verzió, hogy bármilyen tojásokat fölaggathatunk rá, fokozhatjuk az összhatást, és akkor van egy tojásfánk. Ez a tojásfa körülbelül egy olyan 10-15 éve jött divatba, fűszfát használnak hozzá, és házilag festett tojásokat, vagy vásárolt tojásokat. A tojásfestésnek is nagy hagyománya van Magyarországon, rettentő szép tojásokat lehet készíteni, egyszerű technikától kezdve a nagyon komplikált technikáig, de a gyerekeknek mindig érdekes a tojásfestés. Az apukáknak, meg az anyukáknak, meg pedig a kemény tojás elfogyasztása húsvét után, ami esetleg megmarad belőle. És a festék eltakarítása a végén. A végén, így van. Tehát ez volt egy egyszerű vázánk, egy egyszerű alapunk, amely nagyon-nagyon egyszerűen elkészíthető. Mindenkinek. Hoztál azonban nekünk egy másik dolgot is, ami nem igényel vázát és vizet, hiszen önmagában is már a virágok így tartósítva van. Vannak. A cél az volt, hogy költségkímélően készítsünk, mert sajnos a mai gazdasági helyzetünk sok mindent nem engedhet meg nekünk, de szépet szeretnénk a lakásunkban. Nekem a húsvéthoz az árvácska is hozzátartozik. Az árvácska az egy két nyári növény, amely ilyenkor ontja gyönyörű szép virágait. Én a sárgát hoztam, mert a sárga, kis csibe, és a kis csibe is hozzátartozik a húsvéthoz. Egy egyszerű kosár kell hozzá, vagy tál. A kosár az azért jobb, mert takarjuk a zárvácskának az egyszerű műanyag cserepét. Ha tálban dolgozunk, akkor külön-külön csomagoljuk be a zárvácskát valami szépségesbe. Ha ilyen mély a kosarunk, akkor beleesik a zárvácska, meg is mutatom. Tehát akkor nem látszódik. Nem látszik a virág. Ez mindenre áll, amiben beleesik, azt tömjük. Tehát egyszerű papírral kitömjük. Fóliával, hogy ne elzon át. Ez mindenféleképpen átázik, Barbara, mert látod, lukas, és ázik. Az a tanácsom, arra nagyon oda kell figyelni, hogy egyszerű tálat mindig tegyünk alá, hogy mikor átcsorog a víz rajta, akkor megúvjuk a terítőnket és az asztalunkat. Hiába a celofán, az a biztos, hogyha van egy jelentét. Karácsonykor is készítettünk egy olyat, amiben volt a csillogás, az organza. Itt is hoztam.
egy egyszerű organzát, és én ebben most 4 árvácskát próbálok tenni. Itt lehajtjuk ezt, hogy lássa a kamera is, hogy hogy. Arra figyelek, hogy a kosár pereme és az árvácskának, a cserépnek a pereme egy szinten legyen bizonyos formában. És egyszerűen, nagyszerűen. Csak belehelyezed a 4 árvácskát. Így van, tehát ehhez különösebb virágkötészeti tudás nem kell. És én el szoktam a kedves vásárlóknak is mondani az üzletbe ezeket a kis apró trükköket. Köszönöm szépen! És azért kellett az anyag, mert ezzel mi csinálunk. Felderítjük és takarjuk. Takarunk, így van. Mit takarunk el az árvácskának? Hát a kis, hogy hívjuk ezt? Cserépnek a peremét. Így van, a csúnya peremét takarjuk el. Tulajdonképpen kész is van, ezzel nem kell semmit csinálni, ha ilyen egyszerűen szeretnénk föltenni, de ezt is még lehet fokozni. Házilag készített, festett tojással, de ha csak egyszerűen megfőzzük a tojást, és a barna héjú tojást beletesszük, már az jó. Akkor is kapunk egy egyszerű, hagyományos díszt. Így van. De én hoztam megint különböző kellékeket hozzá. Ezek, ha már a csibénél tartottunk. Igen, itt ez itt kívánja is, hogy középre kerüljön. És már megint egy kicsikét megemeltük az asztaldíszünknek az érdekességét. És ha már a gyerekek segítenek, akkor a csokoládé sem maradjon ki a felhozatalban. Ha más nem tudunk beletenni, dugdossunk bele egy kicsi csokoládét. És akkor már a gyerekeknek... Csillogó papírú csokoládét. Igen, csokoládét, így van. És akkor már gyerekeknek megvan. És lezárhatjuk megint a szallaggal. Itt 2 ponton szallagozzuk. A szimetria véget? Igen, meg ez körben nézhető, körben forgatható. Ezeket az árvácskás dízeket, ha jól meglocsoljuk az árvácskát, körülbelül egy hétig a lakásban tarthatjuk, utána pedig kiszabad ültetni. Az árvácska körülbelül olyan június végéig, július közepéig növény, mert ahogy bejön a nagy meleg, az árvácska megnyúlik, és tönkre megy. Az az igazság, hogy elfelejtették az emberek ezt az árvácskát, pedig ő a köztes növényünk, mert a petúniát és a többi egynyárit azt még ilyenkor nem szabad kiültetni. Viszont az árvácska nagyon jól tűri a hideget, ha jól tudom. Így tehát van, nem áll fenn az a veszély, hogy van, könnyen elfagyna. Így van, és az árvácska rettentő illatos. Nagyon érdekes dolog ám ez a húsvét, mert a húsvéti asztalra a díszek mellé még föltesszük a kalácsot is. És vagy akár a sonkát. Sonkát, így van, a kalácsot, a sonkát. A sonkát azt tudod, miért teszik föl? Miért? A sonkát azt azért, mert a régi parasztember karácsonykor levágta a disznót, tartósított egy élelmiszert, amely a sonka volt, és ezt a tartósító élelmiszert használta föl, mert a téli időszakban máskor nem vágott disznót, mert nem hizlalt. Addigra elkészült. Elkészült. És már húst is lehetett tenni a bőjt. Így van, pontosan ezért. Kicsikét a csibe, és ennyi az egész. És rakjuk a másikat kicsi, is mellé, hogy látszódjon. Kicsi költségből, kicsihoz ráköltéssel, és egyszerűen. Egy kis kreativitással. És nagyszerűen elkészíthető, és tulajdonképpen az árvácskát tovább hasznosíthatjuk utána a kertbe, és gyönyörködhetünk benne. Köszönjük szépen, Ági! Visszavárunk hamarosan ismét, és kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! Kellemes húsvéti ünnepeket mindenkinek, sok locsolót, hogy ellehervadjuk! Mai adásunkban utolsó vendégem Tordai Piroska, aki az egyik piacvezető ingatlan iroda térségi irodáinak tulajdonosa és vezetője egyben. A mai napon pedig szakmai tanácsokat fogunk tőle hallani az ingatlan eladásra és vételre vonatkozóan. Szeretettel köszöntelek, Piroska! Köszönöm, szép, hogy eljöttél hozzánk! Szép jó napot kívánok mindenkinek! Kérlek, elsőként beszélgessünk arról, hogy manapság nagyon sokan azt gondolják, és az él a köztudatban, hogy a gazdasági helyzet hatására az ingatlan piac is eléggé megcsappant. Ez valóban így van? Hát az egyértelmű válaszom az, hogy nem. Nem így van. Mindenhol ezt hallják a kedves nézők, hogy médiában, szakemberektől és mindenkitől, hogy ma milyen nehéz eladni.
és mennyivel könnyebb venni. Egyébként ez valóban így van, kínálati piac van, de ettől még eladni nem nehezebb, mint máskor, csak másképpen történik, más árakon, más praktikákkal, máshol kell hirdetni, más marketinggel, többet kell vele dolgozni, tehát inkább átrendeződött a piac, nem lett rosszabb, mint amilyen volt. Tegyük fel azt, hogy XY éppen el szeretné adni az ő ingatlanát a mai helyzetben. Mi az ő teendője ebben az esetben? Hogyan jut el az elhatározástól a tettek mezejéig? Nagyon jó, hogy ezt kérdezted, mert az elhatározás az első. Tehát, hogyha valóban van elhatározás, akkor valóban el fogja tudni adni. Csak ma a piacon nagyon sokan azt gondolják, hogy szeretnék eladni, de a tényleges elhatározás mögötte az nincsen meg. Tehát azt gondolják, hogy piacra helyezik, és milyen jó, hogy el fogják adni jó áron. De hogy miért? Tehát mi a tényleges élethelyzet, azt nem gondolják végig. Mert alapvetően négy dolog van, amitől egy ember szeretné eladni a házát, és mi szakemberek mindig erre a négy dologra vezetünk vissza mindent. Az egyik az, amikor gyerek születik. Tehát amikor a család elkezd nőni, és hirtelen kicsi lesz a ház. A másik az sajnos ennek a másik fele, amikor meghal valaki, és vagy öröklik a házat az örökösök, vagy pedig hirtelen nagy lesz a ház. A harmadik az, amikor az az örömteli esemény történik, hogy összeházasodnak a fiatalok, és akkor kell plusz egy ház, és hát ennek a másik fele, amikor elválnak a fiatalok, és akkor külön mennek, el kell adni, vagyonmegosztás van. Alapvetően ez a négy dolog, ami meghatározza az ingatlan piacot, és hogyha tudjuk a gyökerét, akkor tudjuk, hogy hogyan helyezzük piacra, és ezt a magánemberek sajnos sokszor nem gondolják végig, és azt gondolják, hogy ők egyedül értenek ehhez a dologhoz, mint ahogy a festő is a festéshez, de persze én egyedül is ki tudom festeni a házamat, és akkor nem kell fizetnem a festőnek. Holott a festő az egy szakma, ugyanúgy, ahogy a kőműves, a nőgyógyász, a fogorvos, de a fogorvosnak szívesen fizetünk, mert azt nem tudjuk egyedül megcsinálni, és a szomszéd nem tudja kihúzni a fogamat. Ellenben festeni én is ki tudom a házamat, na és hát az ingatlanomat eladni, hát ahhoz meg végképp értek. És akkor gyakorlatilag így lesz az ingatlan szakma, szolgáltatás, kvázi egy ilyen utolsó dolog, az ingatlan ügynök, akit nem engedünk be a házunkba, mert az bezzeg elviszi a pénzünket, holott milliókat tudunk spórolni az embereknek, amit nem is gondolnak végig. Hogyan tudunk egy ilyen szakmai, szakavatott ingatlanoshoz fordulni, hogyha el szeretnénk adni a házunkat, vagy akár vásárolni szeretnénk? Mi az a pont, amikor azt kell mondanunk, hogy nem megy tovább egyedül, és igenis segítségre van szükségünk? Egy ingatlannak az eladása, hogyha valóban szeretnénk eladni, akkor társasházi lakások esetében, és itt most a térségről beszélek kizárólag, tehát Gödöllő, Aszódon vannak ezek inkább a társasházi lakások, két hónapon belül el kell tudni adni. Ha nem tudom eladni két hónapon belül, akkor forduljak szakemberhez. Családi házak esetében ez az idő, ez maximum 8-10 hónap, attól függően, hogy milyen értéke van az ingatlannak. Nyilván, ha kisebb értékű, akkor hamarabb megy, hogyha nagyobb értékű, ilyen 40-60-80 milliós ingatlanról beszélünk, akkor lassabban megy, tehát akkor inkább a 8 hónap, 1 év. Ha ennyi idő alatt egyedül nem sikerül, akkor valami baj van, tehát akkor vagy nem árasztam be jól, vagy az ingatlan nem úgy került piacra, hogy a vevők azt szeretnék megnézni, pláne ha nem is érkezett érdeklődő rá, mert sokszor ugye azért mondják az emberek, hogy nehéz eladni, mert kirakja a táblát az ajtóra, és várja, hogy majd az érdeklődők jönnek. De aki becsönget, az általában nem érdeklődő, hanem kíváncsiskodó. Tehát kíváncsi arra, hogy ez a ház hogy néz ki belül, kíváncsi arra, hogy miért adják el, és hogy élnek az emberek, hiszen valljuk be, mindannyian kíváncsiak vagyunk, és ha beengednek egy házba, akkor szívesen bemegyünk körülnézni, hogy hogy néz ki a fürdőszoba, mivel fűtenek, esetleg ötleteket viszünk haza, vagy még az is lehet, hogy nem feltétlenül jó szándékkal megyünk, és visszafelé három zacskóval jövünk ki, holott csak egyel mentünk be.
Tehát én óvaintenék mindenkit attól, hogy kiírja az ajtajára, hogy eladó tábla és bárkit beengedjen, mert ma már nem azt a világot éljük, azt gondolom. Hogyan tudjuk azt megkülönböztetni egyébként laikusként, hogy valaki valóban érdeklődik, vagy csak a házunk belsejére kíváncsi-e? Hát laikusként sehogy. Sehogy. Tehát mindenképpen szakemberhez kell fordulni ebben az esetben. Én mindig ezt tanácsolom, mert azokat a kérdéseket, amiket mi felteszünk, van-e pénze, miből fogja kifizetni, milyen ingatlant adott el, hitelképes-e, van-e önereje, ezt laikusként nem teszi meg senki. Mert hogy is? Tehát becsöngetett a család, valaki, én kinyitom az ajtót, nem kérdezhetem meg rögtön, hogy egyébként van pénze. Uh-huh. Ugye az nagyon furcsa lenne. És azt ne felejtsük el, hogy az eladók magánemberként mindig a remény kategóriában vannak. Tehát bárki, aki becsönget, az nekik potenciális érdeklődő. És ez a remény, ez olyan szubjektíven tudja áthatni az eladást, hogy ezért nem tudja eladni, mert mindig reménykedik. Majd többet kapok érte, majd a következő, majd valaki megveszi. És ez a remény hosszú évekig tudja felőrölni az embereket, és amikor már 3 éve árulja, akkor azt mondja, hogy ezt nem lehet eladni. De el lehet, csak nem neki, aki érzelmileg kötődik az ingatlanhoz. A szakembert azt érzelmileg abszolút nem érdekli az ingatlan. Tehát ugye ő tényeket néz. Ma a piacon egy ilyen ingatlant körülbelül ennyi pénzért lehet eladni. Ma a piacon ilyen ingatlant ennyiért lehet venni. Nem kötődünk érzelmileg egyáltalán. Abszolút objektív szemszögből nézi a dolgokat. Így van. És ez sokszor fáj az eladónak, mert ő építette, mert benne született, mert már a kislányom itt dőlt fel, ide jártam iskolába, tehát egy nagyon sok olyan tényező van, ami az ingatlant az eladó szempontjából felértékeli. De amikor jön a vevő, akkor őt ez hát nem hagyja meg. Nem érdekli tulajdonképpen. És semmiképpen nem fizet érte 3-4-5 millió forinttal többet, hogy az eladónak a kislánya itt nőtt fel. Tehát ezek érzelmi dolgok, ezeket vesszük mi ki. Tehát aki el akar adni, és tényleg, az, ha hozzánk fordul, akkor mi objektíven helyezzük piacra az ingatlant, nem pedig érzelmileg. És ez egy nagyon nagy különbség. Mi történik abban az esetben, hogyha valaki ugyan kötődik érzelmileg az ingatlanához, de mondjuk ő laikusként is látja azt, hogy adott esetben egy romos vagy egy lelakott ingatlanról van szó. Hogyan tehetjük mégis vonzóvá a másik oldal számára az ilyen ingatlanjainkat? Nagyon jó. Semmiképpen ne költsünk rá. Tehát sokan vannak, akik azt gondolják, hogy akkor most fogom kifestem, vagy most újra csempézem a fürdőszobát, vagy a teraszkorlátot még befejezem, és akkor kérhetek érte ennyivel meg ennyivel többet. Ne tegye. Tehát ha már romos, ha már lelakott, ha már olyan, amilyen, akkor se költsön rá, mert a vevő nem fogja kifizetni azt a plusz ráfordított pénzmennyiséget, amennyit aztán az eladó bele akar számolni nyilván az eladási árban. A praktikák nagyon egyszerűek, ki kell takarítani, de maximálisan, tehát ez a nem kicsit, hanem az utolsó pok hálóig, ablakot mosni, tehát ez a csili-vili, az, hogy lelakott egy ház, vagy nem feltétlenül tiszta, az nem ugyanaz. Tehát az, hogy nem korszerű a fűtés, vagy hogy a csempe itt-ott már nem szép a fürdőszobába, az nem ugyanaz, mint hogyha koszos a csempe. Mindent, a vízkövet, a WC-ket, a fugákat, mindent, a teraszon összesöpörni, az utolsó porszemig, és virágok. Tehát itt a tavasz, nagyon-nagyon sok virág. Muskátli, árvácska, amit most lehet kapni, kisebb cserép, nagyobb cserép, azt úgy is tovább tudja vinni, tehát az nem maradott a házba. Az lenne a lényeg, hogy egy tavaszi friss érzése legyen az érdeklődőnek, aki bejön, nem pedig a lepukkant érzés. Tehát a ház ettől persze nem lesz szebb, de ha összesöpörtük a leomlott vakolatot hátul, attól még az leomlott, de nem az az érzése az embernek, hogy nem foglalkoznak a házzal. Nem az elhanyagoltság érzetét kelti. Így van. Tehát az lenne a lényeg, hogy frissnek hasson, üdének hasson, vessenek be illatgyertyákat, vagy lehet most kapni nagyon jó illatosítókat, pumpásokat. Tehát, hogy amikor bevegyünk, akkor egy illatérzés is legyen.
a szemnek szép a virág, az orrnak jó az illat, és az, hogy lekukkant a ház, hát igen, ezért kerül ennyibe, és nem 5 millióval drágán. Tehát az érdeklődők jobban elfogadják a lelakott vagy romosabb házat jó áron, tisztán, mint jó áron, nem tisztán. Mert azt nem fogják megvenni. Mert az érzés nem jó. Abban az esetben, hogyha a vevő megtalálta számára megfelelő házat a csillivili kis virágos kerttel, és mondjuk kapcsolatban áll egy ingatlan irodai szakemberrel, mik a következő lépések, hogyan jutunk el oda, hogy ő akkor megvásárolja ezt az ingatlant? Mi mindenképpen először is olyan érdeklődőt viszünk mindenkihez, akitől elkértük a személyét és a lakcímkártyáját, tehát regisztrált érdeklődő. Ez azért nagyon fontos, mert ha bármi történik, ami nem feltétlenül jó a vásárlás során, akkor mi vissza tudjuk keresni, hogy kivel álltunk kapcsolatba. Nem úgy egy laikus, aki bárkit beenged, holnap után már nem tudja csak azt, hogy magas volt, meg szőke, meg kékszemű, egyébként a nevét is elfelejti. Tehát először is regisztrált. A második az az, hogy mindenképpen írásban kérünk ajánlattételt. Tehát a szóban megbeszélt dolgok, azok elszállnak. Tehát írjuk le, és egy foglaló előleggel támogassuk meg. Tehát ettől lesz komoly egy ajánlattétel, amikor kötelembe hozzuk a vevőt. Utána az eladóval elkezdenek áralkuba menni. Most az, hogy ez az áralkú, ez magánemberként zajlik egy kerekasztalnál eladó és vevő között, vagy rajtunk keresztül, ezt választhatják a felek, tehát mi nagyon szívesen alkuszunk, de ha ők úgy szeretnék, hogy együtt, akkor tegyék együtt, bár én ezt megint csak nem javaslom, mert amikor vevő-eladó egy asztalhoz leül alkudni, akkor ott érzelmek vannak. Márpedig nagyon komoly érzelmek. Tehát a vevő próbálja lehúzni az ingatlant, nem is szép a fal, nem is lett szépen megcsinálva a fűtés, és felfagyott a teraszon a kő, mire az eladó azt mondja, hogy de én csináltam, én építettem, a múlt nyaram erre ment rá, neked nem adom el. És sokszor azon megy szét egy eladásvétel, hogy ezeket az érzelmeket nem tudják kezelni. Összeütköznek, így. És vitába és torkolik vitál. A így dolog. Van, és holott az egyik meg akarja menni, a másik el akarja adni, az érzelmek ezt nem engedik meg. És akkor tudunk mi jönni objektíven, és azt mondani, hogy ugyan a vevő azt mondta, hogy ilyen rossz, meg olyan rossz a ház, nyilván én nem ezt fogom mondani az eladónak, hanem azt, hogy hát szeretne egy picit alkudni, nem tudom önöknek mi a véleményük. Egészen másképpen tudjuk kommunikálni a rossz ház fogalmát, és így az eladónak lehetősége van megemészteni, akár napjai erre objektíven végig gondolni, és megérkezni az eladásra. Hiszen egy házadásvétel ott nem áll meg, hogy eladtuk a házat. Utána jön egy költözködés, utána jön az, hogy hova megyünk lakni, utána jön az, hogy hányan megyünk lakni, és hogyha ezt előre nem gondoljuk végig, hanem akkor kezdünk el kapkodni, akkor sokszor azt mondja az eladó, hogy inkább nem adom el, mert nincs terve. Most erre vagyunk mi, hogy abban a pillanatban, amikor ő azt mondja, hogy szeretné eladni, akkor tisztázzuk, hogy jó, és utána mi történik. Hova tovább? Hova tovább? Tehát ha holnap jön egy vevő, és lerakja a pénzt az asztalra, akkor mi a terv? Hova megyünk? Mire költjük? Hova fog a gyerek iskolába járni? Végig gondoltuk? Tehát nem csak egy adásvételi segítséget biztosítotok, hanem alapvetően egy utánkövetést is. Ilyen igen, szempontból. Abszolút. Élethelyzeteket oldunk meg. Tehát az adásvétel, az csak egy technika. Egy részlete a folyamatnak. Így van. Élethelyzetet oldunk meg, és sokszor van az, hogy lebeszéljük az eladót az eladásról. Piroska, köszönöm szépen, hogy megosztottad velünk mindezt. Kedves nézőink figyelmébe pedig ajánlom a képen látható elérhetőséget, ahol Piroskának feltehetik a témával kapcsolatos kérdéseiket, amit hamarosan, következő adásaink egyikében meg is válaszolunk majd itt a Porta magazinunkban. Köszönöm, hogy itt voltál velünk, visszavárunk hamarosan. Én köszönöm szépen a lehetőséget. Önök a Porta 39. adását látták. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Várjuk Önöket új témákkal a jövő héten is. Viszontlátásra! Viszontlátásra!